Székszói Városi Szabadidőközpont és Könyvtár szabadidős lehetőségei között található komplex uszoda és szauna szolgáltatás, úszásoktatás, gyógymasszőr és gyógypedikűr szolgáltatás, műfüves focipálya és beltéri asztali teniszezés is. A mindig megújuló és bővülő komplexum ezúttal egy szabadtéri kondiparkkal bővült, amelynek köszönhetően a magánemberek és a sportolók is erősíthetnek ezután a szabad levegőn. A székszói úszodáról, illetve az úszoda udvarról mindig tudjuk, hogy folyamatosan fejlődik és programokat szerveztek. A mostani esemény szintén egy programhoz köthető, illetve az egészségmegőrzéshez, hiszen egy szabadtéri kondiparkot adtatok át. Hogyan jött egyáltalán a lehetőség, vagy az ötlet, hogy ide egy ilyet telepítsetek? Így van, intézményünk dolgozói, a kollektívánk minden év végén, évelején összeül, összedugjuk a fejünket közösen, hogy milyen új szolgáltatások, milyen új ötletek születhetnek meg itt az uszodába, vagy a borokházába, vagy egyáltalán városi rendezvény szinten. Úgy próbáltuk az uszoda udvarát kialakítani, hogy legyen benne a nyári időszakra is, téli időszakra is, tehát mindenféle évszaknak megfelelően. A nyári időszak ugye az a plázs, a nyári plázs, amikor egy ilyen tengerparti, homokos tengerparti plázst alakítottunk ki. Az idén egy új ötlettel álltunk elő, a kollégákkal szüreteltünk nádat, és nádból készítettünk napernyőket, és akkor így még kellemesebbé tudtuk tenni az uszoda udvarát. Egy igazi tengerparti feelinget próbáltunk ezzel tulajdonképpen az uszoda udvarára teremteni. Emellett a nyári időszakban ugye táboroztatunk, és a táborhoz hozzá kapcsolódik a kinti medence, az óriás méretű trambulin, a pingpongasztalok, a biliárd, és legfőképpen a gyerekek nagy kedvence a csocsóasztal. Tehát így a nyári időszakra ezt próbáltuk az elmúlt években, aztán újabb ötletek jöttek, szalonasütőt építettünk ki, tehát hogyha valaki ide eljön az uszodába nyáron, és kedvet érez, akkor akár bográcsolhat is, vagy süthet szalonát. Felszereltük az intézményt sátrakkal, illetve sörpadokkal, tehát akár 200 embert is le tudunk ültetni itt a nyári időszakban, és el tudnak itt tölteni egy kellemes délutánt. 2015-ben talán a legelső volt, most nagyon visszaugrottam, a műfüves pálya létesítése, ami azóta is töretlen nagy sikerrel bír, hiszen nagyon nagy kihasználtságnak örvend. Most ősszel tervezi az önkormányzat, egészen pontosan már aláírt szerződésünk van azzal kapcsolatban, hogy fel lesz újítva ez a műfüves pálya, hiszen a nagy igénybevételnek köszönhetően most már ráfér a felújítás, és most pedig ebben az évben jött az ötlet, hogy mivel tudnánk még az uszoda udvart bővíteni, a sport lehetőséget, mi lenne, hogyha egy kis kondiparkot is tudnánk kialakítani, és természetesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma segítségünkre volt, és egy 4 millió forint értékben egy 50 négyzetméteres külső kondiparkot tudtunk itt létesíteni az uszoda udvarán, amit szintén nagy örömmel fogadtak az ide látogató vendégek. Tehát az uszodai szolgáltatások mellett, amik vannak, nagy hangsúlyt fektetünk az uszoda udvarán eltöltött kellemes idő eltöltésére tulajdonképpen. Tehát a plástól, a műfüves pályától, most már a kinti kondipartól, a szalonasütési lehetőség mellett nyárra szintén nagy sláger volt a strandröplabda pálya, amikor is nagyon jó idő van, kint lehet zuhanyozni, napozni, és akkor közben fiatalok szeretik elsősorban, strandröplabdázhattak. Vettük át az uszodának az üzemeltetését, akkor egy kis 6 fős szaunánk volt. Gondolkodtunk kollektíva, hogy picit hogyan tudunk szint belevinni szolgáltatásokba, meg egyáltalán az egész uszodába. Hát akkor jött az ötlet, hogy akkor hát első körbe cseréljük ki ezt a kis szaunát, és akkor próbáljuk meg egy 25 fős új finn szaunával, amit természetesen itt Szikszón a szaunagyárban készítettek el nekünk, és nagy örömömre szolgál. Nagyon sokan szkeptikusan fogadták az ötletet, de hogy nagyon jól működik azóta is, közel 4-5 éve ez a nagy szauna, nem csak a szervezett szaunaszeánszokra, ami egyébként vannak szervezett szaunaszeánszaink minden héten szerdán,
a 3S Sauna Szikszó Szerda című elnevezéssel. Rögtönzett szaunaszeánszok vannak különböző felöntésekkel, profi szaunamesterrel, illetve havonta egyszer vannak éjszakai fürdőzések, ami azt jelenti, hogy este 8-tól éjfélig vagyunk nyitva, kellemes fényekkel, welcome drinkkel, szaunaprogramokkal, testkezelésekkel, hangulatfénnyel és kellemes zenével várjuk az ide látogató kedves vendégeinket. Nyilván az úszásoktatás az megvan, tehát egyéni úszásoktatás, csoportos úszásoktatás, illetve a gyógyúszás is működik nálunk, de emellett gondoltuk, hogy egy picit a rekreáció, egy picit a wellness irányába toljuk el a lehetőségeket. A szauna után ugye van a másik szaunánk, ami az infraszauna, ami ugye nem annyira meleg, tehát nem 90 fokos, ezt inkább a hölgy vendégek szeretik jobban. És akkor gondolkodtunk, hogy mit lehet még tenni, akkor egy jacuzzit vásároltunk, kicseréltük, ami szintén éjszakai fürdőzés keretében nagyon népszerű, nagyon szeretik, azt előjegyzés alapján lehet lefoglalni, és akkor mindig tiszta vízzel töltjük fel. Az elmúlt év egyik meglepetése, az pedig a gőzkabin kiépítése volt, amivel tulajdonképpen egy 8 fő befogadására alkalmas, gyönyörű szép kék, fényes mozaik csempéből kirakott gőzkabinról beszélek. Ezzel tulajdonképpen teljessé vált a wellness rekreáció részlegünk. Hát nyilván vannak még oda bentre is ötletek, meg hát természetesen még itt az udvarra is vannak ötletek, csak itt az udvaron már egy picit óvatosan kell ötletelni, hiszen a városban ez az egy olyan helyszín, szabadtéri helyszín, ahol ilyen 1000 fős rendezvényeket lehet megvalósítani, és ugye itt szokott lenni a május 1-e, amikor 20-30 fős csapatok, civil szervezetek összejönnek, és egy kellemes napot eltöltenek, főznek, bográcsolnak, beszélgetnek, mindig van egy kis kulturális program, sokrétű tulajdonképpen az uszadánk, mint a benti szolgáltatásait nézve, mint pedig a külsőt.